Kedves partnerünk, kedves vendégünk, Farkas Lajos vagyok, és szeretném bemutatni az üzletünk európai null pillanati pozíciában rejlő lehetőséget. Szeretném bemutatni, hogy milyen valódi piac áll előttünk, amelyre felkészültünk, amelynek kiszolgálásából a következő évek várhatóan több százezer háztartásának vásárlásából milyen jövedelmet kínálunk az ön számára. Piaci helyzetkép 2011. október elején. A világpiacon a tegnap esti 215.000. csatlakozó. 215.000 fő választott tegnap estig a Sosai egészséges csokoládé termékcsalád fogyasztását. Ebből az elmúlt bő két év munkájával, Ódor Tibor döntése révén a Tiborhoz való csatlakozással több mint 15.000 fogyasztó lett a nagyjából 10 millió fős lakossági területen ennek a klubnak a tagja. Mindez előkészítő fázisban, egy olyan piaci pillanatban, amikor a vállalat sem logisztikailag nem volt erre fölkészülve, sem nem volt a cégnek koncepciója, terve, hogy ő jelentős erők megmozgatásával Skandinávia piacot nyisson. Ez Ódor Tibor személyes döntése volt. Mára-már a vállalat fölkészült arra, hogy Európa több országában ügyfélszolgálatot biztosítva, Norvégiában, Svédországon és Magyarországon, három helyről kívánja ellátni információval, támogatásával a fogyasztókat. Felkészült arra, hogy több országban házhoz szállításra szolgálja a fogyasztókat. Mindez azt jelenti, hogy ha végzünk egy egyszerű matematikai párhuzamot, és egyensúlyban gondolkodunk, és azt mondjuk, hogy egy nagyjából 10 milliós lélekszámú területen kettő év alatt 15.000-nél több fogyasztó választotta a Sosai termékkör fogyasztását, akkor az európai piac jelen pillanatban tőlünk nyugatra és tőlünk keletre lévő jelentős országainak nyitásával olyan egyszerű perspektívát tudok felvázolni, amelyben arról beszélhetünk, hogy a német nyelvterület, mely magába foglalja Németországon kívül Ausztria, Svájc, Dél-Tirol területét, nagyjából 100 millió főből álló lakossági lélekszámát körülbelül úgy tekinthetjük, hogy a következő két évben a skandináv piac alapján mind várhatóan 150.000 vagy annál több fogyasztó fogja választani a Sosai termékek fogyasztását. És van egy másik piacunk, amely az elmúlt héten a vállalat általunk közölt döntése alapján prioritásba került, ez pedig Kelet-Európa. A jelen pillanatban az európai gazdaságban legdinamikusabban növekvő ország Oroszország. Oroszországot a mai naptól hivatalosan tudjuk regisztrálni, mai nappal jött fel a back office-ba, a regisztrációs rendszerben, az ország választásban a Russia, és nyelvként Ruszkája választásával, cirill betűkkel regisztrálhatunk Oroszország partnereket. Az orosz piac több mint 200 millió fős lakossági terület, amelynek, ha megint csak veszem a 10%-át, akkor nagyságrendileg, vagy csak 15%, vagy 1,5%-át elnézést kérek, akkor nagyságrendileg 300.000 fővel számolhatunk, aki ebben a két éves időszakban ennek a rendszernek fogyasztója lesz, ha semmi sem történik gyorsabban, mint ahogy Skandináviában történt. Elképzelhető, hogy inkább gyorsabban fog ez a változás bekövetkezni, mint lassabban, hiszen Skandináviában nem volt ügyfélszolgálat, nem volt házhozszállítási rendszer, nem volt svéd nyelvű, se norvég nyelvű weboldal, regisztrációs formula, semmi egyéb, viszont mostanra a vállalat célja, hogy szolgáljuk ki az európai országok közül a legnagyobbakat, ehhez logisztikát biztosítanak, anyanyelvi szintű regisztrációs és rendelési felületet, és házhozszállítást, és ennek a munkának a vezetői stábját pedig mi alakíthatjuk ki. Így módon csak a német nyelvterület és Oroszország piacáról számolhatunk 450.000 fős további növekedéssel ebben a kettő évben. Mondhatjuk azt, hogy emellett az általunk már megkezdett piacok, a Románia, a Szerbia területén élő lakosok, a francia kezdeményezések, az Egyesült Királyság, a Skandinávia egyéb országai, Dánia, Finnország, valamint a lengyel piac, a szlovák piac sorolhatom, gondolhatunk arra, hogy ezen országok fogyasztói növekedése ezt a fogyasztói bázist simán emelheti 500.000 fő fölé. Ekkora piac felosztásáról beszélünk,
amelyre el kell mondjam, hogy körülbelül éves szinten ez nagyságrendileg egy 200 millió dolláros forgalmat tehet ki, és ennek a 200 millió dollár forgalom szétosztásának a lehetőségéről döntünk mi most jelen pillanatban. Hogyan lehet hozzánk csatlakozni ebbe a rendszerbe, hogyan lehet bárki tagja a világpiaci vezetői programunknak, amely a vállalat idén nyáron megszerkesztett, és most az ősztől prioritássá erősített Team Elite programjáról szól. Ha azt mondom önöknek, hogy ma van egy cég, aki a top vezetői gárdáját úgy képzeli Európában, hogy annak gerincét Magyarországról induló szakemberek adhatják, akkor ez egy nagyon fontos és rövid információ ahhoz, hogy valaki hozzánk kapcsolódjon, és ebbe a top vezetői körbe csatlakozhasson, nincsen szükség egyébre, mint arra, hogy nagyságrendileg 1000 dollár értékű beruházást tegyen, legyen része rendszerünknek, és business builder üzletépítő jogosultsággal csatlakozzon hozzánk. Ezt követően számára a Team Elite program elindulhat, aminek keretén belül az első 2-3 hétben gomoly több száz vagy akár 1000 dollárba mérhető jövedelmet tud megszerezni. Erről fog szólni egy következő kis filmünk. Én az üzletépítési programról most ennél többet nem szeretnék szólni. Összegezve jelen pillanatban világszinten több mint 200 ezer fogyasztó, európai szinten kevesebb mint 20 ezer fogyasztó ismeri a szállítási termékeket. A reális piaci lehetőségünk a két legnagyobb piac nyitásával, a német és az orosz területtel az, hogy a következő két évben közelítően 500 000 fogyasztót tudjunk csatolni. Ehhez vezető partnereket keresünk, amely vezetői programot Magyarországról koordináljuk, és ehhez önök csatlakozhatnak, ha nagyjából 1000 dollár mértékű beruházással, termékvásárlással hoznak egy döntést, és csatlakoznak hozzánk. Kívánok jó döntést, dolgozzunk együtt!